Rendkívül fontos, hogy nem félni kell, sem tartani kell a pullancsoktól, hanem tisztában lenni azokkal a kockázatokkal, amik hozzájuk kötődnek, hozzájuk kapcsolódnak. És lehetőség szerint minden olyan védő intézkedést, megelőző intézkedést próbáljunk megtenni, amelyeket az adott keretek között meg lehet tenni. A Magyarországon a legfontosabb kullancs, az a közönséges kullancs, mely így néz ki egy mikroszkopos felvételen. Ez egy nőstény példány, és elég nagy méretű, szemmel is jól látható méretű kullancs. Hogyha a kullancsok a bőrünkbe fúródnak, akkor minél hamarabb észre kell vennünk ezeket az ízeltlábúakat, és gyakorlatilag azonnal eltávolítanunk őket. És rendkívül fontos fölírni arra a figyelmet, hogy ennek a kullancsnak több fejlődési stádiuma van. Ezen a képen egy mindössze 1 mm hosszúságú lárvát látunk, emberi bőrbe fúródva, amely nem annyira tipikus, de előfordulhat. Tehát fontos erre is fölírni a figyelmet, hogy ha valaki kint a természetben kirándul, vagy ott tölti az időt, akár munka, akár szabadidős tevékenység okán, és utána a nap végén hazamegy, akkor amikor átnézi a bőrét, és keresi a kullancsokat, akkor erre is gondoljon, hogy ezek akár ilyen mérettartományba is eshetnek, és ugyanúgy tudnak kórokozókat közvetíteni.